Szép estét kívánok mindenkinek! Germán gyógytudomány azért egy fantasztikus felfedezés, mert megadja nekünk azt a látásmódot, amikor a biológiai folyamatok szempontjából megértjük, hogy mi történik a szervezetünkben. Ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy végre megértsük, hogy nem ismeretlen, nem rossz indulatú, nem gyógyíthatatlan és nem autoimmun folyamatok zajlanak a szervezetünkben, hanem mindig is értelmes biológiai különprogramok. Nos, a gyulladásos izombetegségek azok érdekes csoportot képeznek itt az autoimmunnak nevezett betegségeken belül, és amikor már dermatomiozitisről beszélek, akkor ez az avatott füleknek ugye azt jelenti, hogy van benne derma, meg mió, tehát van benne bőr, meg van izom. Hogy a fenében létezik ez? Hát meg fogjuk látni. Igyekeztem a mai előadást képekkel gazdagon illusztrálni, hogy mindazt, amiről beszélek, az, hogy is mondjam, ne csak pusztába kiáltott szó legyen, hanem képünk legyen arról, vagyis, hogy el tudjuk képzelni, mert a mi gyönyörű nyelvünk, ez így van megalkotva. Ha nincsen egy képem róla, képtelen vagyok elképzelni. Itt látjuk Hammer doktort, dr. Rikke Gerd Hammert, aki nem csak medikus, nem csak egy belgyógyász főorvos volt, hanem amellett teológus, és még fizikus is, meg egy fantasztikus, feltaláló zseni. Neki köszönhetjük azt a tudományt, amit germán gyógytudománynak nevezünk, és hát sajnos nagy árat fizetett érte, ugyanis a fia elvesztése, halála indította őt el egy másfajta gondolkodásra, mint amit neki is, meg nekünk is az egyetemen tanítottak. A 19 éves fia, mint tudjuk, Hammer doktor karjai közt halt meg 1978. december 7-én, miután, vagyis 111 nappal azelőtt, augusztus 18-án az olasz trónörökös, a savoyai herceg tök részegen két pisztolylövéssel halálosan megsebesítette ezt a fiút, miközben ő békésen aludt egy kikötő csónakjában. Nos, 111 nap küzdelem után, 19 műtét után ez a 19 éves fiú meghal az apja karjai között, és ekkor elindul Hammer doktorban egy fantasztikus fájdalom, egy lelki trauma, amit megél a fia elvesztésével kapcsolatban, és ennek a következménye egy heredaganat lett, ami már 79 februárjában nyilvánvaló volt. Műtétet vállal, kemósugár természetes elmarad, és az a lényege ennek a történetnek, hogy a kedves kollégák 1% esély, túlélési esélyt adnak neki, de Hammer doktor minden várakozás ellenére felépül, meggyógyul, ismét beáll dolgozni, és 81 őszén már bejelenti a rák vastörvényét, azt a felfedezést, amit a fiáról, Dirk Hammerről nevezett el. Itt látjuk a fényképen 19 éves fiát, Dirk Hammert, és az ő nevéhez kötődnek azok a kritériumok, amelyek alapján egy daganat, aztán később kiderült bármilyen betegség is elindul a szervezetünkbe. Miről van itt szó valójában? Mindig egy nagyon súlyos, váratlan, hirtelen, ránktörő, érzelmi megrázkódtatás, zárójel, félelem az, ami elindít bennünk egy túlélő programot, egy értelmes biológiai különprogramot, látjuk kifejtve a fólia alján. Nos, ha ez így van, akkor gyakorlatilag minden félelem után betegnek kéne lennünk, de van még két kritérium, ami meghatározza, hogy ebből lesz vagy nem lesz szervi válasz, mégpedig az, hogy magányosan éljük meg, és hogy benne maradunk-e a konfliktusban. Ez egy nagyon lényeges kérdés, és azért lényeges, mert ez csak tőlünk függ. Az, hogy ki meddig marad bent egy konfliktusban, hát hogy mondjam, egészen keményen kifejezve ez a saját döntése.
hogy meddig marad benne egy pokoli szerepben, egy áldozat, egy megmentő vagy bűnbak szerepben, ez mindenkinek a saját döntése. Hogy mennyi idő alatt tér magához egy váratlan esemény kapcsán, ez kérem szépen nem a biológiánktól függ. A biológiánknak van egy biológiai félelme. Ez a biológiai félelem mindig a haláltól és a faj kipusztulásától való félelmet jelenti, és ezt, amikor valami veszélyezteti, mert valami nem úgy történt, ahogy én azt el tudtam volna képzelni, akkor beindul egy biológiai válasz, ami a túlélést és a faj fenntartást célozza meg mindig. Ezért nevezi Hammer doktor értelmes biológiai különprogramnak. És nagyon jó a megfogalmazás, mert külön program, különben nem indul el, csak ha én benne maradok a konfliktusba, és magányosan, elszigetelten élem meg mindazt, amit abban a bizonyos helyzetben én úgymond megéltem. Most azért, hogy a biológián biztosítsa a túlélést, rögzíti a körülményeket, hogyha legközelebb valami hasonló helyzet alakulna ki, akkor ő már rögtön elindítja azt a programot, ami mondjam úgy, hogy innentől már pályára van állítva, sínre van állítva, ugye ezért mondjuk, hogy sínen van, és a sínek tehát nem ellenünk történnek, hanem azok is a túlélésünkért történnek, csak mi ezt általában zaklatásnak, szivatásnak éljük meg, mert ki szereti azt, ha allergiás, vagy ki szereti azt, ha újra meg újra kialakul ugyanaz a betegsége, vagy ki szereti azt, hogyha elindult egy gyulladásos folyamat a szervezetébe, és akármit is csinál, ez folyamatosan fennmarad. Ugye ezt már egy kicsit úgy is mondhatnám pestiesen, hogy ez szivatás, pedig ez nem szivatás, hanem ez egy nagyon komoly tanítás, mégpedig arra akar tanítani minket, hogy zárjuk le a napjainkat békével. Ez a legjobb megoldási kulcs, amit bevethetünk minden este, hogy lefekvés előtt számba vesszük, hogy milyen dolgok voltak a mai nap, amik nem úgy történtek, ahogy én azt elképzeltem, elterveztem, vagy el sem tudtam volna képzelni, hogy ez a mai nap vele megtörténik. Tessenek csak végigfuttatni a keresőprogramot ott a Google-ban, bent az agyi Google programban. Mindjárt bejön egy-két kellemetlen dolog, köszönjük meg, hogy ez megtörtént, levonjuk belőle a tanúságot, mármint azt, hogy mire akart ez engem megtanítani, és onnantól kezdve éljünk boldogan. Ez lenne egy nagyon, de nagyon fontos kérdés az életünkben, mert ha ezt nem fogjuk így tenni, akkor bizony ez a program tovább fut lélek, agy, szerv, tengelyen. Ez egy nagyon lényeges leírás. A lélek, agy, szerv, tengely egy paradigmaváltás, egy gondolkodásváltás a mai medicinában, hiszen rájövünk, hogy itt most már nem a fizikai tényezők okozzák a betegségeinket, hanem ebben az esetben a lelki megrázkódtatások. Igen, vannak fizikai tényezők is, amik megbetegítenek minket, csak hogy ezeknek nem lesz agyi lenyomatuk. Ez egy lényeges kérdés. Ennek nem lesz agyi lenyomata. Ha valaki romlott tojást eszik, és utána ebből lesz egy biológiai válasza, ugye, amikor fent is lent is, gyorsított eljárással űrül minden a szervezetéből, ennek nem lesz a CT-n agyi lenyomata. Viszont, hogyha egy elképesztő bosszúságot élek meg, és abban benne ragadok, na, annak már ott lesz az agyi térképe, és remélem, sokan örülnek annak, hogy a bosszankodásról való webkonferencia anyag kikerült már a weblapra, mert azt vettem észre, hogy igen nagy az érdeklődés ezzel kapcsolatosan, hiszen két napja történt meg ennek a videónak a kirakása, és már több mint 2700-an nézték meg ezt az anyagot, szóval akkor érdekli az embereket. Nos, az értelmes biológiai különprogram, egyezünk meg, hogy egy nagyon-nagyon frappáns megnevezés, és van egy nagyon lényeges kérdés ebben az egész történetben. Hogyan zárjuk le a napjainkat békével? Ez egy alapvető kérdés, és ezt mindenki ma is megteheti. Javaslom, hogy próbáljuk ki ezt a módszert, és nézzük meg, hogy mit fogunk ezután megtapasztalni. Természetesen mindig az számít, hogy én mit éltem meg. Mert lehet, hogy valaki bosszankodásnak élte meg azt, amit közösen láttunk, mit tudom én, kint az utcán. Van, akit meg sem érintett, van, aki ettől szarul érzi magát,
Van, aki azt mondja, hogy megint rájöttem arra, hogy én nem érek semmit. Szóval mindig a saját megélésem lesz az egyetlen valóság, és ez lesz az, ami elindítja a bennem a biológiai programot. Egyezünk meg, hogy a bosszankodással magunkat fogjuk megbetegíteni, és ugyanígy az aggódás is az, ami szintén minket fog megbetegíteni, és nem fog semmit se segíteni azon a személyen, akiért mi éppen aggódunk. Ez a példa, amit itt látunk, Hammer doktor tudományos táblázatából való, és csak arról szól, hogy amikor egy nő hazatéved napközben, és ott találja egy másik nővel a férjét az ágyban, hogy akkor ezt miként élheti meg, és milyen biológiai válaszok lesznek erre. Az utolsó pontban ott van, hogy ha már amúgy se szereti a férjét, és neki is van barátja, ilyenkor nincs sem DHS, nincs sem értelmes biológiai különprogram. Vagyis ha érzelmileg nem érint meg engem az, amit láttam, akkor ha nincs konfliktus, nincs betegség. Az is lényeges kérdés, és fontos tudnunk, hogy mindig csak a beteg tudja elmondani, hogy ő mit élt meg, és ezért szerepel ez a vezérmondat a weblapon, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Csak ő fogja tudni érzelmileg elengedni, feldolgozni azt a konfliktust, amit ő megélt valamikor, és még mindig benne ragadt. Remélem, ezzel mindenki egyet tud érteni. És senki se tud az édesanyja helyett megbocsátani. Így van? Senki se tud a másik ember helyett valakit megszeretni. Ezek olyan dolgok, amelyek a mi feladatkörünkbe tartoznak. Nos, Hammer doktor folytatja a kutatást az első természettörvény után, és röviddel ezután a második természettörvényt is felfedezi, vagyis leírja azt, hogy mi is történik a DHS után. Itt látjuk a vízszintes vonalon, ugye három függőleges vonalat, az első az maga a DHS becsapódása, ami felborítja az addig odaérkező színusz görbét, vagyis nappal a szimpatikus, este, éjszaka a paraszimpatikus idegrendszer túlsúlyát. Ez két olyan idegi tényező, ami a vegetatív idegrendszerhez tartozik, de erről még a továbbiakban majd beszélni fogok az izmoknál. A DHS ebben a pillanatban legyen az, hogy képtelen voltam kilépni abból a helyzetbe, amiben belekavarodtam. És nem csak kilépni voltam képtelen, hanem még el is szerettem volna szakadni attól az egésztől, amiben belekeveredtem. Nem tudom, kinek mennyire tetszik ez a történet. A lényeg az, hogy ez már eleve két program. Az egyik az, hogy képtelen vagyok kilépni, ez az izmokat fogja érinteni, hiszen egy mozgással kapcsolatos programról beszélünk. És ha még képtelen vagyok elszakadni is tőle, pedig nagyon szeretnék elszakadni tőle, akkor azt jelenti, hogy elindítok a bőr felszínén is egy értelmes biológiai programot, ami kezdetben itt zsibbadással fog járni, zsibbadás érzéssel, és az izomzatnak a sorvadásával, gyengülésével, erőtlenséggel, stb. Persze ez alatt az idő alatt maga, én ezt nem érzékelem különösebben, azzal vagyok elfoglalva, hogy a fenébe keveredtem ebbe a helyzetbe, hogyan tudnék ebből kilépni, agyalog, gondolkodom, feszült vagyok, ideges vagyok, nem tudok elaludni, felébredek, majd alszom, és hát a stresszes embernek ugye nincs étvágya, lefogy, és természetesen emelkedik a vérnyomása, emelkedik a pulzusa, ezek a legáltalánosabb tünetek, amelyek kísérnek minden ilyen történetet. A továbbiakban ugye a kérdés, mikor jutunk el a megoldáshoz, mert ez lesz az, ami behozza a tüneteket. A tüneteket, amelyeket mi rögtön betegségnek fogunk nevezni. Mert ugye kinek tetszik, ha begyulladnak az izmai, ha hólyagosodik a bőre, vagy bármilyen ilyen történet előfordul. Hát rögtön betegnek érzem magam, és doki, beteg vagyok, gyógyíts meg, alapon futok a rendelőbe. És mit fogok kapni a gyulladásra? Természetesen valami gyulladás csökkentőt, jó esetben. Rosszabb esetben valamilyen szteroidot, mert az aztán komoly gyulladás csökkentő, csak hogyha szteroidot kapok az exudatív fázisban, hát akkor visszaraknak engem hormonálisan a konfliktus aktív fázisba, ugyan gyulladás már nem lesz, de innentől meg is akadt a további biológiai gyógyulásom.
Mert a gyulladás tünetei, a rubor, tumor, calor, dolor, funkció, léza, ebben az esetben is teljesen, de teljesen igaz. Vagyis a gyulladás tüneteit fogjuk tapasztalni, ha felszínen a pirosságot már mutatja a bőröm, ugye gyulladt a bőröm, a duzzanatot érezni fogom, a fájdalmat természetes, az, hogy meleg az egész, azt is fogom, és azt is nagyon fogom élvezni, hogy még gyengébb a lábam, mint volt. Húha! Hát akkor tényleg beteg vagyok, vagy nem? Hát ez az, ami elvisz minket a rendelőbe, és ha még mondjuk bízok benne, hogy na majd elmúlik, és borogatom, és teszek rá vizes ruhát, de amikor elkezdődik az izomzatban az izomrángatózás, és akaratom ellenére ezek az izmok megbolondultak, na akkor már azért ez egy egész komoly tünet lesz. És hogyha az a DHS egy nagyon megrázó eseményről szólt, akkor az epileptoid krízis, az EK-val jelzett kékszínű magas csúcs, az egy gyönyörű epilepsziás görcsroham lesz, mert ugye a bőrt, az elválasztási konfliktus epileptoid krízisében jön az absence, az emlékezet kiesés, ugye filmszakadás, hogy laikus nyelven fogalmazzak, és az izmaim egyszer megfeszülnek, jó keményen, s utána elkezdenek rángatózni. Na hát, ha ekkor nem fognak orvost hívni, akkor soha, és hogyha ránk fogják az epilepsziát, akkor jaj nekünk, mert bevonják a jogosítványt, mindenféle felesleges vizsgálatokat fognak velünk csinálni, és természetesen valamilyen eredményt az orvosnak adnia kell. És hát egy mai levélben is olvastam egy olyan fantasztikus diagnózist, hogy azt mondtam, hogy ez tényleg van fantáziája ennek a kollégának, olyan fantasztikus diagnózist adott, mert nem talált semmit, a CT-n valamit látott, hát ezt elnevezte nem akarok ötleteket adni, hogy milyen dolgokat lehet még bevonni itt megnevezésként, de tény és való, hogy kapott nevet a történet. Persze a germán gyógytudomány szempontjából semmi köze nincsen a történet megnevezésének és a valós lefolyása között. A képen láthatjuk ugye a két koponya CT felvételt is, nem véletlenül, mert a konfliktus aktív fázisban látjuk, hogy a körkörös gyűrűknek a megjelenése, ami háromdimenzióban azért az gömbszerű, és ezeket a köröket eleinte azt mondták, hogy biztos, hogy valami műhiba, biztos megbolondult a gép, meg ilyeneket mondtak, aztán Hammer doktor bebizonyította, hogy itt semmi géphibáról nincs szó, sőt a Siemens kikérte magának, hogy már pedig az ő CT felvételein, ami ott van, az ott van. Nos, a megoldásban ezek a gócok természetesen megváltoznak, mert az exudatív fázisban a folyadék nem csak a szöveti szinten, tehát a bőrben meg az izomban fog megjelenni, hanem a koponyában, a megfelelő izom relében is ott lesz ez az ödémás folyamat, és kérdés, hogy ezt minek látjuk, mert hát azért ottan jobb oldalt a képen felül látható, a nyíl rá is mutat, valami körülhatárolt valami, húho, hát az egy daganat, nem, de bár. Válasz, de bár, de bár. Pedig ez nem egy daganat, itt egyszerűen arról van szó, hogy a begyülemlett víz, ami ott van, ugye ez a begyülemlett víz, ezt egészen pontosan exudátumnak nevezzük hivatalosan, tehát a szöveti folyadék mennyiségnek a növekedéséről van szó, hogy kollégák fülének is jobban tetszen ez az egész, és ez az exudátum, tehát amikor megjelenik, most tessenek mondani, tudja-e a számítógép, hogy az a folt ottan valójában víz vagy vér? Hiszen a kettő között, hát hogy is mondjam, a számítógép számára a különbség az semmi. Tehát ezt én nevezhetem agy daganatnak, nevezhetem agyi ödémának, nevezhetem akárminek, csak éppenségen annak nem akarják nevezni, aminek Hammer doktor nevezte. Tehát ez egy megoldás szakaszában levő Hammeri góz, és semmi több. Persze, hogy fejfájást fog okozni egy ilyen duzzanat, mert ugye a koponyánk nem tágul, mint a hasunk. Ebben ez a folyadékgyülem, ez természetesen, hogy fejfájást fog okozni. De az epileptoid krízisnek pont az a lényege, hogy kipréselődik a víz ebből a idegi központból, kipréselődik a víz az izomzatból, bőrből, tehát többet fogunk vizelni, mint amennyi folyadékot megittunk,
és jön a hegesedési fázis, amikor már megint meleg a kezem, meleg a lábam, jó a közérzetem, jó a hangulatom, de iszonyúan fáradt vagyok. Szóval újabb lehetőség arra, hogy leírjuk magunkat, hogy képtelen vagyok, és ha tényleg képtelen vagyok kilépni, még a WC-ig is képtelen vagyok kilépni, mi ez, hanem egy újabb bőrleértékelés, amivel már is előről kezdem az egész folyamatot. És meg fogjuk érteni, hogy ezek azok a dolgok, amelyek oda juttatják a biológiánkat, hogy adott esetben autoimmunnak fogják nevezni az egészet. De ne rohanjunk ennyire előre, remélem az elmondott példa alapján most már érthető, hogy mi történik valójában. Ez a Hammeri iránytű fantasztikusan ábrázolja mindazt, ami a szervezetünkben megtörténik. Ugyanazt az iránytűt látjuk itt is, mert természetes, hogy Hammer doktor nem állt le a kutatással, hiszen a tünetek mögött meghúzódó biológiai történések azért izgatták, és ahhoz, hogy ezt megtudja, hát leásott az embriológiáig, vagyis az egyetfejlődésig, amiről mindjárt további képet is fogok mutatni, de egyezzünk meg, hogy sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, és ezek szerint a túlélés érdekében vagy sejteket szaporítok, vagy sejteket sorvasztok, vagy működést változtatok. És itt látjuk ezen az ábrán, hogy az agytörzs és kisagyhoz tartozó biológiai túlélő programok során mindig sejtszaporítással kezdünk a konfliktus aktív szakaszban, majd a sejteket lebontjuk a megoldási szakaszban, és a lebontásban természetesen segítenek nekünk az ide tartozó segédjeink, a gombák és a baktériumok. Nos, az agyvelő és az agykéreg által irányított programokban mindig először sejtet sorvasztunk, és ez a magyarázza azt, hogy sorvasztjuk az izomzatot, ami agyvelő irányítás alatt van, sorvasztjuk a bőrnek a felszínét, ami ugye agykéreg irányítás alatt van, mint elválasztási konfliktus. Ezek ketten az agyvelő és agykéreg a nagy agyat alkotják, az agytörzs és a kisagy pedig az ős agyat alkotják. De látjuk, hogy itt is a megoldásban visszatér a sejteknek a száma, és hogyha lebénítottam az izomzatot a konfliktus aktív szakaszban, ez a működés változás, a jó hírem az, hogy az a lebénult izom is újra működni fog a megoldási szakaszban. Kérdés, mikor fogjuk feloldani ezt a bénulást, mi tudatosan a DHS tisztázásával és érzelmi elengedésével. Tehát sejtet építek, sejtet bontok, működést változtatok, kérem szépen, nincs negyedik. Abszolút, de nincs negyedik. Ez a három dolog történik mindig a szervezetünkben, csak hogy ezeket a dolgokat kéne megnevezni, és nem azt, hogy megváltozott a koleszterin szintem, vagy nem az a probléma, hogy emelkedett a CRP szintem, vagy nem tudom én mim, ami teljesen logikus kísérője mindannak, amit ezekben a folyamatokban látunk. És nem a labor leleteket, nem a képalkotó vizsgálatoknak az eredményeit kéne gyógyítani, hanem ezekből meg kellene értenünk, hogy hol tart a biológiai program valójában, és ennek megfelelő terápiát kéne adni a betegeinknek. A terápiáról a germán gyógytudományban két webkonferencia előadást is tartottam már, Hammer doktor munkáira alapozva. Szóval azt mondtam, hogy embriológia, vagyis egyetfejlődés, és ez az a tudomány, amivel senki, de senki nem tud vitatkozni. Mindannyian levizsgáztunk belőle, orvosi egyetemen, állatorvosin, biológia szakon, még a középiskolában is tanulnak némi embriológiát a diákok, ha nem tévedek. Tehát mindannyian egy megtermékenyített petesejtből alakultunk ki, mind akik itt ülünk és hallgatjuk ezt a webkonferenciát. Ajd ez a sejtosztódás odáig fajult, idézőjelbe természetesen, nagyon gyorsan és nagyon-nagyon komolyan, hogy kialakult a három csíra lemez. Látjuk a három csíra lemez sárga, narancs és piros színekkel ábrázolva a kép bal oldalán egy keresztmetszeti képet arról a szeder csíra állapotról, ami után létrejön a három csíra lemez. A sárga, narancs és piros színek lesznek azok, amelyek ezután minket útba igazítanak, akár Hammer doktor könyvében, hogy éppen még csíralemez sejtjéről beszélünk, és ha tudjuk,
hogy az a bizonyos szervem, vagy a szervemnek az a bizonyos része, melyik csiralemezhez tartozó sejtekből épül fel, akkor innentől már tudom azt is, hogy mit csinál a konfliktus aktív és megoldási szakaszban, és tudom azt is, hogy mi a konfliktus maga. Hát egyszerűen ez döbbenetes. Hammer doktor egy tudományos táblázatba foglalta össze, távirati stílusba, nagyon röviden a lényeget. Természetesen ennek megértéséhez nem árt némi, hát hogy is mondjam, előtanulmány az egyéb dolgokból, amit szintén a medicinán tanítanak. Még úgysem teljesen egyszerű, én 2 évig teszteltem ezt a táblázatot, mert számomra az volt a hihetetlen, hogy ez ennyire egyszerű. Ugye sokkal jobban elbonyolították a tudást 6 év alatt meg azután, mint ahogy el tudná egy orvosi agy fogadni, hogy az, amit ő tanult, az egy túl komplikált valami, de nem a lényegre mutat rá. Szóval a belső csiralemez az endoderma, vagy entoderma, kinek hogy tetszik, ezek a sejtek számunkra a falat konfliktust fogják biztosítani, és itt látjuk tiszta sárgával bejelölve az agytörzset, és a jobb alsó sarokban annak az agyi résznek a keresztmetszeti képét. Tehát az agytörzs az, ami biztosítja számunkra azt, hogy egyáltalán életben maradjunk. Az innen kiinduló parancsok fogják a túléléshez a falatot, a vizet, a levegőt, a fényt és a hangot biztosítani. Természetes, amint az előző képen láttuk, konfliktus aktív szakaszban sejt szintű szaporítással, megoldásban lebontjuk a felesleges sejteket. A falat konfliktusokról külön webkonferenciát tartottam, most nem megyek bele a részletekbe, akit érdekel, megnézi. Az agytörzs mellett látjuk ott középen a kis agyat is, azt már sárga, világos sárga vonallal besatírozva. A kis agy a vélt vagy valós támadások érzéseit fogja venni, amellett ne felejtsük el, hogy nagyon fontos szerepe van a finom mozgások kivitelezésében is, ha már izmokról beszélünk. Ugye, és az a lényeg, hogy a vélt vagy valós támadások az annyit jelent, hogy ezek szerint nem kell engem senki sem megverjen, csak félnem kell attól, hogy meg fognak verni, és már is elindítom a sejtszintű szaporítást az írha a hártyák szintjén, tehát hashártya, mellhártya, szívburok, annak függvényében természetes, hogy én hogy éltem meg ezt a veréstől, támadástól való félelmemet, vagyis az agyunk nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között, ez egy nagyon lényeges kérdés, és ennek a három fogalomnak is a tisztázása, hogy mi az, hogy valóság, mi az, hogy álom, és mi az, hogy illúzió. Képzeljük el, mind ugyanúgy hat az agyunkra és a szervezetünkre. De ez, ami meg tud minket betegíteni, ez meg is tud minket gyógyítani, csak most erre megint nem fogok kitérni, hiszen még csak a bevezetésnél tartok, hogy megértsük az alapokat. A középső, szélső keresztmetszeti képen a kisagynak látjuk azt a bizonyos Hammeri ábrázolását, 2 oldalt kék csillaggal bejelölve 2 relé, az az emlőmirigynek a reléje, az pedig azt jelenti, hogy a túlzásba vitt aggódás az, ami szintén ide a kisagyba csapódik, és az emlőmirigynek a szaporítását fogjuk elindítani. Erről is 2 webkonferenciát hallgathatunk meg. Nos, ha húzzunk egy képzeletbeli vonalat, itt az agytörzs és a kisagy, valamint a nagyagy között, akkor láthatjuk, hogy ugye az ősagyhoz tartozik az agytörzs és a kisagy, és a nagyagyhoz az agykéreg piros színnel, és alatta pedig narancssárgával az agyvelő. Ennek a kettőnek a keresztmetszeti képét már fent láthatjuk. Agyvelőbe vagy fehér állományba, az önleértékeléssel kapcsolatos konfliktusaink azok, amelyek becsapódnak. Az önleértékelés, az önpusztítás biológiai szinten és nem csak lelki szinten, és az ide tartozó sejtek mindig először sorvadnak, aztán visszaépülnek. A mozgással kapcsolatos sejtek mind ide tartoznak, vagyis a csont, az ízület, az izmok, az izmokat ellátó osztógyűjtő nyirokerek, a kötőszövet és zsírszövet. Ezekről lesz ma szó. A legsúlyosabb önleértékelés a csontszövetet érinti, a legenyhébb pedig természetesen a kötőszövetet.
Azért találunk a mezoderma nevű nyíl folytatásában egy csontvázas ábrázolást a babánban. A piros színnel az ektodermális programok vannak jelölve, tehát külső csiralemez vagy ektoderma sejtjeit az agy kéreg irányítja, ugye az is piros színnel jelölve, és beszéltem az elválasztási konfliktusról, vagyis a külső bőrünkön megjelenő történésekről, ez is először sorvadás, majd visszaépítést jelent, és az elválasztási konfliktust azt jelenti, hogy nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném, hogy valaki hozzám érjen, vagy nagyon szeretnék innen elszakadni, vagy nagyon nem szeretném, ha elhagynának engem. Tehát az érzésnek két vége van, de a biológiai válasz az ugyanaz lesz. Az elválasztási konfliktusokon kívül az agykéreg a birtok konfliktusokat is irányítja, erről is egy külön webkonferenciát nézhetünk meg, most nem megyek bele további részletekbe. A harmadik természettörvény ugye rámutatott arra, hogy a bizonyos programok hogyan indulnak el a szervezetünkben, de hát ugye Hammer doktor alap iránytűje az arról szól, hogy megéltem a konfliktust, végigment a program, és megoldottam. Igen ám, de az ember esetében ez nem így történik mindig, és mindig ezek azok a dolgok, amelyek hát bonyolítják a helyzetet. Itt látjuk felül azt, hogy ha meg se oldom a konfliktust. Természetes, ha meg se oldom a konfliktust, akkor akár le is bénulhatok, és ebben az esetben, ha még az elválasztási konfliktust is megértem, akkor fellép az érzéketlensége, vagy az érzés zavara az adott végtagnak. A policiklikus lefolyásban azt látjuk, hogy a dolog újra meg újra ismétlődik. Igen, ez az a történet, ami nem unalmas, mert hol jól vagyok, hol beteg vagyok, hol jól vagyok, hol beteg vagyok, mert nem oldottam fel érzelmileg azt a történetet, nem tanultam semmit se abból, ami velem történt, és nem jöttem rá arra, hogy hogyan tegyem feleslegessé életemben ezt vagy azt a biológiai programot. Ezért, amikor sínre kerül, akkor újra elindul, és azért tud végigmenni, mert a sínek, hogy is mondjam, elég ritkán jelennek meg az életünkben. Aztán a függőgyógyulás az, ami teljes mértékben felborítja a biológiai szöveteknek az összetételét, hiszen a konfliktus aktív után érkező megoldásban nem tud a program kifutni, elakad maga a megoldási fázis. Ez a probléma ezzel a görbével, tehát a piros szín, vagyis a gyulladásos tünetek fognak dominálni, hol erősebben, hol gyengébben, de mindig ott lesznek. Azok a rövid kék szakaszok csak azt mutatják, hogy gyakran ismétlődnek a sínek. Ne feledjük, hogy ezek azok a dolgok, amik tönkretesznek minket. És a negyedik természettörvényben Hammer doktor rámutatta arra, hogy bizony ebben az egész nagy biológiai munkában nem vagyunk egyedül. Tehát már ezért sem kéne magunkat magányosnak érezzük, mert vannak bennünk segítők, mégpedig gombák, gombabaktériumok, baktériumok és vírusok. Most az agytörzsi és a kisagyi szinten a gombák és a gombabaktériumok fognak segíteni lebontani a megoldási szakaszban, az exudatív fázisban a feleslegessé vált sejtjeinket. Senkinek nincs egy felesleges sejtje sem, ebben a pillanatban sem, mindenkinek pont annyi van, amennyire most szüksége van. És ezek a gombák és gombabaktériumok, tehát nem az ellenségeik, ezekkel mi együtt élünk. Már a konfliktus aktív szakaszban felszaporítjuk őket a hideg fázisban, a hideg tünetek alatt, és természetes, hogy az exudatív fázisban segítenek lebontani azt, amit le kell bontani, majd egy szép magas lázzal a szervezetünk el is intézi a felesleges számú gombát és baktériumot, és innentől kezdve a dolog folytatódik tovább, illetve a hegesedési fázisban megerősödnek a szövetek. Amikor agyvelői vagy agykérgi programról beszélünk, ugye akkor először sorvasztunk, és a megoldásban kik azok, akik segítenek? Hát természetesen a baktériumok az agyvelői programoknál, és a vírusok pedig segítenek nekünk a megoldásban, a visszaépítésben, amikor
eljutottunk a megoldást követő fázisba, MK fázis. Vagyis ha megjelenik ott a baktérium, vagy megjelenik a vírus, az nem, az ellenségképet kéne bennünk fölkeltse, de hát Louis Pasteurnek köszönhetően azt hisszük, hogy minden ellenség, és most már kérem szépen, akkora félelem van az emberekben, hogy mindent fertőtlenítenek. Nos, nem kell a lakásunkból műtő sterilitást előállítani, akármennyire is erre próbálnak minket rászedni, mert ami a környezetünkben van, mint baktérium, gomba, vagy éppenséggel vírus, az sem mind az ellenségünk. Ne feledjük, hogy a bőrünk felszínén ott kellenek legyenek azok a baktériumok, akikkel mi együtt élünk. Ha azok ottan elpusztulnak, ha túlzásba viszem a fertőtlenítést a bőrömön, akkor abból nagyon komoly problémák lesznek, de ezek már fizikai szinten elindított betegségek lesznek. Az, ami a kívül van a testünkön, azok között rengeteg az olyan, ami meg is tud betegíteni minket természetesen. Csak hogy ezzel ellen a szervezetünknek van védekezési megoldása, amit hát immunrendszernek is neveznek. És most egy nagyon érdekes dolgot fogok bejelenteni, amiről még mi már ugye tudunk 1987 óta, de mit ad Isten? A tudomány felfedezte, amit Hammer doktor már 87-ben felfedezett. Rögzítettem a dátumot is, hogy május 29-én a Science tudományos magazin ezzel a címmel, hogy baktériumokat találtak a daganatokban, figyelem, új rákterápia jöhet. Húha, ez már nagyon sokat mondom valami, és hát azon se csodálkozok, hogy ez a Revit Straussman, az izraeli Weizmann Tudományos Intézet kutatója volt az, aki megvizsgált számos tumortípust, összesen 1000 félét, 4 különböző országból, hogy nehogy félreértsük a dolgokat, és azt találta szó szerint, hogy az összes rákfajtában jelen vannak a mikróbák. Na hát, és ezt mióta mondja Hammer doktor? Tehát úgy látszik, hogy most már valamit tenni kell, mert az emberek a kemoterápia ellen nagyon verekszenek, és hát ha új rákterápia jöhet szóba, akkor most már ki fogjuk találni, hogy ezek a nyavajások azok, amik tehetnek arról, hogy mi megbetegszünk, tehát innentől kezdve mea culpa, kivonjuk a kemoterápiát, és bevezettünk helyette valami mást. Mert hát egyezünk meg, hogy annyi ember meghalt már kemoterápiában, hogy annak beismerése, hogy ez, bocsánat, tévedés volt, ez hatalmas pereket indítana el az emberekbe, tehát szépen, lassan, tehát ha valamit nem hirtelen változtatunk meg a medicinában, az úgy véghez vihető. De az, amit Hammer doktor bejelentett, az feje tetejére állította az addigi gondolkodást, úgyhogy ezt már nem tudták lenyelni, ezt nem tudták elfogadni, mert az addigi tudás úgymond mehetett volna kukába. De úgyis oda fog jutni, csak kérdés, hogy hány lépcsőn keresztül. A 60%-a ugye a bakteriális örökítő anyagnak megtalálható csontmell, hasnyálmirigy daganatokban, míg a legagresszívabb bőrrákban, a melanómában, tessenek odafigyelni, csak 14%-nyi baktériumot tudtak kimutatni. Hát normális, hogy csak annyit. Ez a számunkra teljesen érthető, úgyhogy most már csak arra várok, hogy mikor fogják így hivatalosan bejelenteni, hogy meg kell változtassuk az eddigi elképzelésünket a rákterápiáról. Na, szóval ez egy teljesen új hír, tegnap előtt találtam meg, mert mondom, hogy követem az orvosi szaklapoknak is a híreit, hogy lássam, hogy hol van a lényeg. Az 5. természettörvény ugye a lényeg megértésének a törvénye lenne, és az a lényeg ebben, hogy minden, de minden, ami bennünk zajlik, azt kérem, a túlélést és a faj fenntartását fogja biztosítani számunkra. Vagyis nem betegségről beszélünk. Amit betegségnek nevezünk, az valójában a gyógyulási szakasz. Ha kinézünk a természetben, mindenki láthatja, hogy minden, ami él, az élni akar. Tehát minden élőlény a túlélés és a faj fenntartás érdekében végzi a tevékenységét. Én azt hiszem, hogy ez egy megnyugtató történet kéne legyen. És feltehetjük jogosan a kérdést, hogy miért nem ennek alapján működik ma a medicina. Hiszen 98-ban elismerték a biológiai természettörvényeket a Nagyszombati Egyetemnek a
felülvizsgálati eljárásában, de mégsem vezették be még a medicinába. A Tübingeni Egyetemet bírósági végzés kötelezte arra, hogy végezze el a verifikációt, vagyis Hammer doktor téziseinek a felülvizsgálatát, de az egyetem nem volt hajlandó, még bírósági végzés ellenére sem ezt megtenni, nem volt hajlandó ezzel foglalkozni, mert ha foglalkozna vele, nem tud ellene mondani. Tudományosan senki nem bizonyította még be, hogy Hammer doktornak ne lenne igaza, és ebbe a tudományosan kifejezésbe nem tartoznak bele természetesen a kötpiszkálók és az egyéb ilyen, hát hogy is mondjam, megfinanszírozott vélemény nyilvánítók. Most térjünk akkor a mai nap témájára, az izmokra, és tudjuk, hogy az izmok a szervezetünkben többféle fajta formában is jelen vannak. Magyar gondolkodás szerint jobbról balra indulva láthatjuk a sima izmokat. A sima izmok a különböző szervi szinten, vagy az érfalakban fordulnak elő. Láthatjuk, minden egyes sejtnek van külön sejtmagja, ezek orsó alakú sejtek, és ezek hogy teljesen passzívan működnek, amikor mondjuk, ha a bélbe odaérkezik a falat, akkor kitágul, és ennek hatására elindul benne az összehúzódás. Ez a sima izomnak a feladata. Aztán most, ha másik végét nézzük meg, akkor ott már teljesen rendezett struktúrát találunk a haráncsikolt izomszövetben. Ott egy izomrost igen csak hosszú-hosszú, és abban akár 100 vagy annál több sejtmag is található egyetlen izom sejtben. A szerkezetét mindjárt jobban megvizsgáljuk, és a kettő között van a szívizomzat, amiben benne van mind a kettő. Van benne haráncsikolt, és van benne sima izomszövet is, amit nodális szövetnek nevezünk, és ott ez a sima izomszövet, ez egyben az ingerkeltő és ingervezető rendszert is jelenti, de hát ezeket a szívről szóló webkonferencia anyagokban részleteztem. Csak hogy lássuk, hogy maga az összehúzódás hányféle struktúrához kötött a szervezetünkben, természetesen mi a haráncsikolt izomrosttal fogunk foglalkozni, és ez alkotja a váz izomzatot. Ebből is van fehér, meg van vörös, nem akarok apróbb részletekbe belemenni, melyik hogyan bírja a kiképzést. A lényeg az, hogy milyen a beidegzése. Minden izomzatnak kettős beidegzése van. Az egyik beidegzés magát a mozdulatot fogja elindítani, megmutatom azt is, hogy hogyan. A másik beidegzés viszont az izomzatnak a táplálásáért felelős, és itt beszélek ugye a vegetatív beidegzésről, aminek ugye van egy szimpatikus és egy paraszimpatikus része, annak függvényében, hogy miről beszélünk. Na most a szomatikus az azt jelenti, hogy az a tudatos idegrendszerem, tehát ha én fel akarom emelni a kezemet, elnyitottam, emelem, jobbra át, megcsinálom, felemelem, leeresztem. Ez az akaratlagos mozdulat kivitelezést jelenti. De az, hogy a mozdulat elvégzése közben hány vérérnek kell kinyílnia, bezáródnia, mi hogyan kell ottan ugye az ellátást, a hadtápot, hogy hogyan valósítjuk meg, ez az vegetatív idegrendszernek a feladata. Az önleértékelés, ugye mondtam, hogy önpusztítás, és mivel, hogy csontizület, izom, erek és kötőszövet szintjén vagyunk, nyilvánvaló, hogy az önleértékelés izom sorvadást fog beindítani. De hogyha a szomatikus idegrendszer szintjén a mozdulatot én gátlom, mert van egy olyan félelmem, aminek a megélése az izom gátlását fogja elindítani bennem, lásd szklerózis multiplex, akkor a DHS után beáll a bénulás, és ha lebénult egy izom, ugye tudjuk, amit nem használunk, az elsorvad, úgyhogy tessenek odafigyelni. Szóval másodlagosan fog fellépni a sorvadás. A következmény konfliktus az meg már egy következő lépés, mert amikor már az ember ránéz a karjára, és azt mondja, hogy na, ez már nem olyan, mint volt, ez már nem ér semmit, a további önleértékelés további programot fog fenntartani, és ez az ördögi kör, circulus viciosus, ami elvezet egy ilyen sorvadáshoz, amit itt látunk ezen a fekete-fehér képen, szemmel látható mindenkinek, ugye, hogy a baloldali alsó végtag az jóval-jóval vékonyabb, mint a jobb oldali. Szóval a sorvadásnak a központja az itt van a narancssárgával jelzett
relégben valahol, természetesen az alsó végtagot azt ott lent keressük, mert a csípő alatt van a comb, a térd, a lábszár és a láb, és a mozgásnak a blokkolása pedig ott történik, ahova beraktam azt a lila csillagot a mozgató relébe, és akkor onnantól már nem is mozog. Tehát ezen a két helyen fogjuk megtalálni a megfelelő hámeri gócot az agyi CT során. A haráncsikolt izzonzatnak a felépítését is mindjárt részletesen megnézzük, hogy mik azok az aktin és miozin szálak, meg hártyák, de ez a kép, amivel be van téve, ez a motoros véglemezt, vagy neuromuszkuláris junkciót mutatja, amit hát magyarra lefordítva egyszerűen végfácskáknak is nevezhetnénk, mindjárt megmutatom, hogy miért, mert ez az a pont, ahol az idegrendszerből érkező depolarizációs hullám, tehát ami megváltoztatja a sejteknek a külső elektromos töltését, hogy ez a hullám, mikor ide érkezik, itt adódik át az izomzatnak, és ennek hatására fog megtörténni az izomrostoknak az összehúzódása, mégpedig az aktin és miozin szálaknak az egymásba csúszása miatt. Az izmokat izompója veszi körbe, és ez már a kötőszöveti része, aztán vannak izomnyalábok, és vannak kötőszöveti hártyák, és egy csomó minden, ami nem az összehúzódással foglalkozik, csak képességgel az összehúzódás véghez vitelét szolgálja ki. Amint látjuk, itt rendezettség van a haráncsikolt izomzatnál, nagyon-nagyon nagy fokú rendezettség, és pont ezért képes arra a haráncsikolt izom, hogy az érkező idegi impulzusa azonnal összehúzódjon, és természetesen egy ilyen dologhoz nem egyetlen sejtmag az, ami egy ilyen hosszú izomsejtet el fog látni, hanem sok magvú sejtről beszélünk. Ezeken a képeken, amik itt jönnek, láthatjuk a részleteket is, mert ugye azok a bizonyos végfácskák a bal felső képen láthatók, és látjuk, hogy a gerincfelőből érkező mozgató ideg hogyan érkezik oda, és hogyan jön létre a kapcsolat az ideg és az izomrostok között, illetve az alatta levő képben, az izomrost részletében láthatjuk a rendezettséget, a szarkomért az izomrostban. Ez azt jelenti, hogy az aktin és a miozin szálak, a vékony és a vastag filamentumok nagyon rendezetten helyezkednek el, és ez a rendezettség lesz az, ami biztosítja számunkra azt, hogy azonnal össze tud húzódni az a bizonyos izomzat. Láthatjuk, hogy hatalmas mitokondriumok, vagyis energiatárolók, ha úgy tetszik, akkumulátorok vannak ebbe itt eldugdosva, mert kell az az energia, az ugye ide szükségeltetik, hogy biztosítva legyen annak a bizonyos izomrostnak a működése. És itt ugye szarkoplazmának nevezzük a citoplazmát, és szarkolemmának nevezzük azt a hártyát, ami ezt az egész filamentumot körbeveszi, és ez a szarkomér, amit itt látunk, a két Z-vonal közötti rész, ez tulajdonképpen a működési egysége egy-egy izomrostnak. A jobb oldali kép pedig egy összefoglaló kép, hogy ne csak annyit lássunk az izomzatból, mint mondjuk, amikor egy darab húst elvágunk keresztbe, hanem lássuk, hogy mi minden van ebben, milyen fantasztikus, gyönyörűen össze van rakva egy-egy izomrost. Nos, én meg kell mondjam, hogy én szerelmes voltam már 11-es, 3. gimnazista koromban a biológiában, mert egy olyan fantasztikus biológia tanárom volt, aki ezt úgy el tudtam mondani, mint a világ legszebb meséjét, és akkor döntöttem el, hogy akkor mégiscsak medicinára megyek, és nem építész vagy gépészmérnök leszek. Nos, az autoimmun folyamatról mutatok egy képet, ami azt jelenti, hogy próbáljuk meg megérteni, hogy miért nevez a mai medicina valamit is autoimmunnak. Ha nincsenek gombák és gombabaktériumok, hogy lebontsák a feleslegessé vált sejteket, vagy nincsenek baktériumok, amik segítenek visszaépíteni a hiányzó sejteket, nos, akkor lesz az, hogy a biológiánk belépteti a második vonalat, amit a mai medicina ugye immunrendszernek nevezett el.
Most az autoimmun pajzsmirigy programnál mindig kifejtem, hogy hogyan és miként fog alakulni ez az egész történet, de itt most az első lépés, amivel mi bele tudunk szólni a biológiánk normális működésébe, mint külső tényező, az az antibiotikum és az oltás. A második rész, ami már tőlünk függ, ugye, az, hogy nincs érzelmileg feloldva az, amit fel kellene oldani, és a sinek miatt ugye vagy policiklikus lesz, vagy függő gyógyulás lesz az, ami kialakul. És amikor a kettő együtt van, na hát akkor az egy totális autoimmun folyamatot fog kialakítani a szervezetünkbe. Egy gondolatra hadd állítsalak meg, Karász, az autoimmun betegségnél gyakorlatilag, ha laikus módon próbálunk ehhez közelíteni, azt jelenti, hogy a biológiánk önmaga ellen fordul, és mindazt, amit eddig értelmes biológiai folyamatokként mutattál be, ez az autoimmun jelenség gyakorlatilag pont ezt száfolja meg, hogy a biológia túlreagál valamit, vagy önmaga ellen fordul. Ez különösen azért érdekes, mert így a biológiánk, a biológiai testünkben végbe menő folyamatok értelmetlennek tűnnének, és pont itt van a kulcs, hogy egy önmagát elpusztító szervezetként tekintünk önmagunkra, mondom ezt úgy, hogy ezt az autoimmun betegség címszót, vagy bélyeget, ha szabad így fogalmaznom, hogy bélyeget én is megkaptam. Ez a legkétségbe ejtőbb folyamat, amikor azt hiszük, hogy a testünk önmaga ellen támad. Gyakorlatilag pont ez állít meg bennünket abban, hogy elgondolkodjunk azon, hogy vajon milyen folyamatok zajlanak a testünkben. Akkor, amikor elhisszük, hogy a testünk, a biológiai testünk, a szervezetünk képes önmagát elbontani, lesorvasztani és bocsánat, a halál útjára terelni, akkor nagyon messze kerülünk attól, hogy elkezdjük az konkrét okokat keresni. És nagyon köszönöm, hogy beszélni fogsz arról, hogy a meg nem oldott konfliktusok mit jelentenek. Hiszen abban a pillanatban, amikor belenyugszunk, hogy a biológiánk most helytelenül működik, és önmagunkat, az önmegsemmisítés gombot megnyomta, én ezt így képzeltem el, hogy van egy ilyen piros önmegsemmisítés gomb a biológiánban, ami valamilyen úton, módon véletlenül megnyomódott, ugye látjuk ezt az amerikai filmekben, van a piros gomb, amiből indul a rakéta, és akkor kezdődik a pusztítás. Valahogy ugyanezt a folyamatot súlykolják belénk akadémikus hozzáállással, hogy a biológiánk megsemmisíti önmagát. Ez tényleg egy értelmetlen folyamat, és pont ennek az értelmetlensége, ennek a kilátástalansága akadályoz meg nagyon sok embert abban, hogy a kiváltó okokat elkezdje megkeresni. Biztos, hogy ez a fajta gondolkodás el is téríti az embereket a germán gyógytudománytól, mert én itt értelmes biológiai különprogramokról beszélek, és ez az egész meg úgy néz ki, hogy értelmetlen. Pontosan, és ebben van egy óriási csapda, és bocsáss meg, hogy így közbeléptem, de nagyon szeretném azokat az embertársaimat most felébreszteni, és megsimogatni a buksiukat, hogy nem, ez mindez nem így van. A biológiánk most is értünk dolgozik. Ez a kedvenc budai idézetem, hogy a biológiám értem, és nem ellenem dolgozik, csak nem mindegy, hogy értem, vagy nem értem, mit tesz a biológiám, én értem. Ez egy nagyon szép mondat, csak szeretném elmondani mindenkinek, hogy emberek, van remény. Nem csak remény van, van megoldás. A megoldás az, hogy nem tespedek bele abba a tudatba, hogy ez egy végleges állapot, hogy ez egy autoimmun folyamat, hogy a biológiám majd lassan öngyilkosságot követel ezzel a helyzettel. Ez a tehetetlenséget hozza az életünkbe. Ez az áldozathelyzet, hogy nincs mit tenni. Igen. Bocsánat, kedves hallgatók, van megoldás. És nem csak, hogy van megoldás, hanem van járható út. Az első az, hogy megértem, hogy ez a helyzet miért alakult ki. Nem külső beavatkozásokban kell keresni a megoldást, hanem abban a belső átalakításban, ami ezt az egész helyzetet elindította. És nagyon fontos az, hogy
tisztában legyek, hogy miért alakult ki ez a helyzet. Nagyon sokszor hallottam azt, hogy a halál a belegben kezdődik. Igen, ezt a nagymester, a görög nagymester Hippokratész mondta. Igen. És ilyenkor mi az első dolog egy autoimmun betegségnél? Rögtön elkezdünk másképpen táplálkozni, mert azt gondoljuk, hogy valami mást kell bevinnünk a testünkbe, kívülről befelé, tehát a külvilágból bevinni a szervezetünkbe, ahhoz, hogy a szervezetünk jól működjön. Fontos a táplálkozás, félre ne tessenek érteni. Fontos a kiegyensúlyozott és megfelelően variált táplálkozás. Nem erről szeretnék ma beszélni. Arról szeretnék pár szót ejteni, hogy mi az, ami a biológiámat ebbe az állapotba hozta, vajon csupán az, amit megettem, valószínű, hogy nem, hanem azok a ráhatások, azok az érzelmi kirengések, amelyek bennem keletkeztek, azok vezettek el az önleértékeléshez, és nem az, hogy ettem elég búzafüvet, vagy nem. Mindig kívülről várjuk a megoldást, viszont a megoldás az bennünk van. És pont az autoimmun folyamat az, amiben a hitünk, mert elhisszük, hogy ez tényleg egy autoimmun folyamat, távolít el a legjobban önmagunktól. Mert azt látjuk, hogy a testünk nem úgy működik, ahogy mi szeretnénk. És mivel ez a magyarázat, hogy ez egy destruktív folyamat, autoimmun, vagyis egy szervezet, ami önmaga ellen támad, ennek a hitnek, mert ez egy vakhit. Ez természetes. Bocsánat, ez egy vakhit, mert hallottuk, hogy ez így van, és ezt elhisszük. Hát ha fehér köppenyben mondták, akkor illik elhinni. Abszolút. Ez a vakhit távolít el bennünket attól, amik mi valójában vagyunk, mert gyakran a testünkkel azonosítjuk magunkat, az anyaggal, azzal, ami az alkotó elemünk. És szeretném felhívni a figyelmet, hogy minden egyes olyan beavatkozás, ami kívülről hatna befelé, az nagyon gyakran, sőt, megkockáztatom, szinte mindig egy fél megoldás. Nagyon sok csapdát is jelent, hiszen megpróbálunk másképp táplálkozni, megpróbálunk másféle mozgásokat, megpróbálunk mindenféle vegyszert, mindenféle olyat, amit más fog számunkra előírni. De nem az önleértékelés, az önmagam leértékelése, az önmagamról kialakított képem változása. Ez semmilyen oltás, semmilyen antibiotikum, semmilyen szer, hivatalosan patikában árult szer, vagy bármilyen egyéb forrásból beszerzett szer nem fogja helyre rakni. Akkor, amikor érzelmileg feloldom azokat a helyzeteket, konfliktusokat, amelyek engem ebbe az állapotba hoztak, akkor tudok igazán megoldásokról beszélni. Persze a megoldások tárháza színes. Lehet csak biológiai megoldást keresni. Hogyha valakivel van konfliktusom, elkerülöm, nem találkozom vele, megszüntetem a kapcsolatot, de én még mindig vele vagyok lefoglalva gondolatban, érzelmileg, ez gyakorlatilag a menekülés egyik módszere. Ez csupán egy fél megoldás. Ugyanennyire fél megoldás a sínek keresgetése, kerülgetése. Nagyon gyakran tapasztaltam azt, hogy problémákat nagyon gyakran úgy szeretnénk megoldani, hogy konfrontációmentesen, hogy ne kelljen választani, ne kelljen kimondani a nemet, ne kelljen álláspontot foglalni. Én azt hiszem, hogy ebben az esetben, amikor el kell döntenem, hogy mit szeretnék élni nagybetűsen, csupa nagybetűvel, igen, és a lelkem, a szívem szerint való életet élni, szabadon és függetlenül mások véleményétől, vagy túlélni, alkalmazkodni, megalkudni, és állarcokat hordani. Ez a legfontosabb üzenete az autoimmunnak. És ha már autoimmunitás, egyetessék meg egy picit játszani ezekkel a szavakkal. Autó az önmagam. Az immunitásban benne van az, hogy vannak a jók meg a rosszak, amik ellen a szervezetem harcol. Igen, mint a mesében. Mint a mesében. Igen. Ugyanígy önmagamat is jó és rossz részekre tudom osztani. Azzal, amiben én jó vagyok, abban nincs önleértékelésem. Abban, amiben én alul maradok az általam elképzelt
standardtól, amit, bocsánat, csak az én fejemben van. Létezik, így van. Senki más rajtam kívül nem tudja. Amikor ennek a standardnak nem felelek meg, akkor jön az önleértékelés. Ez az önleértékelés viszont hordoz egy elválasztást is. Hiszen harcban vagyok önmagam és önmagam között, mert van egy elképzelésem, hogy nekem milyennek kellene lennem, de a valóság nem ezt tükrözi. És szeretném, ha valóságot kevesen látnák. Ezért teszek fel egy maszkot, egy álarcot. Ez az álarc viszont óriási energiákat von el tőlem. Ezt úgy hívhatjuk, hogy megfelelési kényszer, de nevezhetnénk kétszínűségnek, manipulációnak, nem szabadnak, önsorsontó hiedelemnek, bárhogy elnevezzük, ez nem a mi belső megélésünk. Képzeljük el azt a napraforgót, aki azon sopánkodik, hogy miért nem lett ő rózsaszál. Láttunk a természetben ilyet. Mindenkinek megvan a maga helye, szerepe, feladata. Mi valójában ezekkel nem vagyunk tisztában. Szeretnénk többnek másnak mutatkozni, mint amit mi valójában vagyunk. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy önmagunkkal ne álljunk harcban. Ne bontsuk, építsük azokat az elképzeléseinket, amelyeket csak illúzióként tartunk fent magunkba. Nézzünk szembe ezekkel. Lássuk be, hogy nem mindig tudok tökéleteset alkotni. Nem minden percben vagyok annyira fantasztikusan tudatos és éber, hogy ezeket a helyzeteket elkerüljem. De abban a pillanatban, amikor odafigyelek arra, hogy én önmagam mit teszek, és önmagamra figyelek, és nem másokkal hasonlítom össze magam, hogy milyen az unokatestvérem, a nővérem, az anyám, a szomszédasszony, a nem tudom kicsoda, akihez szeretnék hasonlítani, akikkel én versenybe szállok, akár az ők tudtuk nélkül is, mert szeretnék ráhasonlítani, pont olyan lenni, de lehet ez egy baráti társaságban kitűzött cél, hogy na, én olyan akarok lenni, és nem tudok, mert ő sokkal sportosabb, ő sokkal ruganyosabb, sokkal fittebb, sokkal egészségesebb, sokkal okosabb, stb. Ezekben a pillanatokban nem kell senkinek engem megítélnie. Meg tudom én ezt önmagammal tenni. És ezért beszélünk önleértékelésről, és nem ilyen kacifántos kifejezésről, hogy van ez? Önbecsülés letörés. Hát ez egyszerűen fülem szétált. Az autoimmun folyamatoknak van egy üzenetük. Ez, bocsánat, nem germán gyógytudomány, de fontosnak tartom elmondani. De csak ez pontosan hozzátartozik a háttér. Azra szeretnék rávilágítani, hogy soha senki nem tudja mi önértékelésünket visszaállítani, helyreállítani, megváltoztatni. Önmagamban kellene megkeresnem azokat a pontokat, amikor én egy vagyok azzal, amit érzek, gondolok, és amit igaznak hiszek. Amikor felmerem vállalni az, aki vagyok. Nem akarok többnek, jobbnak, okosabbnak, butábbnak, ügyesebbnek, vagy tehetetlenemnek tűnni, mint amilyen ebben a pillanatban lenni tudok. Az önleértékelés nagyon mélyen érintett engem is. Nagyon sok ilyen önleértékelési külön programot indítottam el, és nagyon gyakran észreveszek bizonyos helyzetekben önleértékelési lehetőségeket. Kérem, ez nem fog egyik napról a másikra átalakulni. Én nagyon örülök ennek a 405 hallgatónak, és kiszámoltam, hogy 816 szem között vagyunk. De igen, jó lenne ezekre nyitott szemmel járni. Annyi helyen, olyan sok rétűen tudjuk leírni önmagunkat, olyan sok szinten tudjunk megfelelés felé elindulni. Annyira érdekes az, hogy hányszor tudjuk magunkat leírni. Hány olyan helyzet van, amiben nem tekintünk magunkra úgy, mint egy egyedi és megismételhetetlen csodára. Mindenkiből egy van. Mindenkinek megvan a saját története, olyan saját sikere, azok a helyzetek, amiket mi kudarcként tekintünk, lehet, hogy 10 év múlva a legnagyobb sikerként, vagy a legnagyobb áldásként köszönnek vissza az életünkből. Mi mégis folyamatosan azokra a dolgokra emlékszünk, ami nem pont úgy sült el, ahogy mi szeretnénk. De vajon, ha annak az eseménynek a bekövetkeztét meg tudtuk volna
akadályozni, el tudtuk volna kerülni. Most utólag visszagondolva, persze, hogy okosabbak vagyunk, hiszen az a tapasztalat vezetett el ide, és annak kellett megtörténnie, hogy erre most így tudjunk ránézni. Nagyon sok ha-akkor esemény van mindenkinek a fejében, mert ha fogantatásomkor én nem így születek, akkor lehet, hogy férfi lennék. Ha nem erre mentem volna, hanem amarra, lehet, hogy most más lenne a hozzáállásom. Van egy nagyon érdekes történet, és ez az utolsó anekdóta, amit szeretnék ma este önökkel megosztani. Winston Churchill és a felesége sétáltak az utcán. Winston Churchill egy elnök volt, és azt látta, hogy a felesége odament egy utcaseprőhöz, és elkezdett vele beszélgetni. És megkérdezte, amikor visszajött a felesége, hogy ki volt ez a férfi, és miért álltál vele szóba. És Winston Churchillnek a felesége azt mondta, hogy ez volt az a fiú, aki előtted udvarolt nekem. Winston Churchill azt mondta, hogy na látod, ha őt választod, most utcaseprőnél lennél. Mire Churchillnek a felesége azt mondta, nem, ha őt választom, akkor most ő lenne az elnök. Ezzel csupán azt szeretném elmondani, hogy legyen meg az önbizalmunk, hogy igen, az, amit én leteszek az asztalra, az legalább akkora teljesítmény, mint egy ország irányítása. Ez pontosan így van, és ez a tulajdonságuk van meg az asszonyoknak. És az urakban is megvan. Szeretném, ha úgy tekintenénk a házunk tájára, mert ha már női hangon nyilvánulok meg, akkor nem tudok emellett elmenni. Mi nők nagyon sokszor leértékeljük önmagunkat amiatt, mert nem keresünk annyit, mint a férfi kollégák, mert nekünk mennyi extra feladatunk van, mert nem vagyunk elég jó háziasszonyok, nem vagyunk elég jó anyák, nem keresünk elég sokat, nem nézünk ki elég jól, nem vagyunk elég soványak, nem vagyunk elég sima bőrűek, nem vagyunk ilyenek, nem vagyunk olyanok, nem tudjuk összetartani a családot, minden gyerek arra megy, amerre akar, nem tudom a dolgokat irányítani, néha kiesnek a kezemből a dolgok, néha elhavaznak a feladatok, néha nem tudom az alapvető feladataimat sem ellátni, ezek mind-mind önleértékelések. De ha úgy tekintenénk minden feladatunkra, mint valami nagyon fontos feladatra, ami szükséges ahhoz, hogy az egész jól működjön, az egész nem jelenti azt, hogy nem lehetnek benne rendezetlen részek. Hiszen egy országban sincs mindig minden pillanatban rend és fegyelem. De mindennek szükséges a jelenléte ahhoz, hogy egy országról beszéljünk. Nekem azért tetszett ez a Churchillnél beszólása, hogy nem, akkor most ő lenne az elnök, mert pontosan tudta, first ladyként, hogy az ő feladata mennyire fontos. Mert a háttérmunka, hölgyeim, amit mi teljesítünk naponta, néha a legnagyobb örömmel, néha kevesebben, az legalább annyira fontos, mint egy ország kormányzása. Rengeteg hölgyet hallok, hogy hát én csak háziasszony vagyok. Nem csak. Csak. Nagyon sokszor pont önmagunk mondjuk ki azokat a ránk rossz hatással bíró mondatokat, amik miatt leírjuk magunkat. Érdemes lenne körülnézni, hogy mennyi mindent tudunk jól csinálni. És ha egy valami nem sikerül, nem arra kellene fókuszálni. Jó lenne ezek fölött mosolyogva átlépni. Jó lenne ezeket érzelmileg átalakítani. Hiszen nem az a legfontosabb dolgunk, hogy milyen fizikai nyomot hagyunk a világban magunk után, hanem talán a legfontosabb az, hogy hogyan érkezek és hogyan távozok. Hogy ez alatt az idő alatt mennyire tudok szeretni és elfogadni. És itt már nincs verseny, itt már nincs konkurencia, hiszen egyedi, megismételhetetlen csoda vagyok. És mindazt, amit eddig tettem, akár úgy sikerültek a dolgaim, ahogy szerettem volna, akár nem, mindig a legjobb szándékkal tettem. És minden, mint olyan, akár sikerült, akár nem, egy tanítás. A kérdés az, hogy észreveszem-e, hogy mire tanít.
a fejlődés felé visz, vagy a bomlás felé. Az autoimmun betegségeknek ez az üzenete. Lehet, hogy most minden úgy tűnik, hogy a visszájára fordult. Lehet, hogy úgy tűnik akadémikus szemmel, hogy ez egy kialakult állapot, ami nem gyógyítható. Hölgyeim és uraim, én tudom, pontosan tudom, hogy gyógyítható. Pontosan tudom, hogy egy dolgot kell tenni. Rendet rakni a fejekben, a szívekben, és abban a világnézetben, ahogyan eddig éltem. Hiszen egyetlen dologot kellene megtanulnom, szeretni, elfogadni feltételek nélkül. Előítéletek nélkül, és ezt nem a külvilággal kell kezdenem, hanem önmagammal. Azzal a lényel, aki most nem lebontja értelmetlenül magát, hanem újjáépíti önmagát, hogy jobb, erősebb, fejlettebb és teherbíróbb legyen. Igen, ezt nagyon köszönöm, Réka, ezt a kiegészítést, mert pontosan a lényegre mutattál rá. Én azt gondolom, hogy mindenki mondja, jó-jó ez a sok okosság, de mit csináljak? De most pontosan azt mondtad el, hogy mit kellene csinálni, le kellene venni az állarcokat, megváltoztatni az önsorsontó gondolatokat, és onnantól kezdve megengedni a biológiámnak, hogy meggyógyítson engem. Ez egy nagyon lényeges dolog, hogy amikor megengedjük, akkor ez megtörténik, de van előadás arról, hogy miért akad el a gyógyulásunk, ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Most, amit felhoztál itt, hogy érzelmileg. Ugye ezen a fólián azt látjuk, hogy háromféle dolog is elindítja az autoimmun folyamatot, és az, hogy már kaptam egy csomó antibiotikumot, megoldást, már ezzel ellen most mit tudjak tenni? Most akkor kezdjünk el beszélni a megoldásról, még csak éppen hozzáfogtunk a témához, de már is megoldásról beszélünk, ezt imádom, ez erről szólt az 54 napos karantén. Azt hiszem, hogy ebben most nekem nagy felelősségem van ebben a témában. Nagyon, de miért? Mert tudod, hogy te ezen túl voltál. Te a szklerózis multiplexből gyógyultál meg, amire azt mondják, hogy gyógyíthatatlan. És köszönöm, jól vagyok. És köszönöm, jól vagyok, igen. A te lábod is le volt sorvadva, ahogy az előző képen itt kimutattam, az egyik vékonyabb volt, mint a másik. Igen. És tökéletesen helyrehoztad. De én nagyon jól tudom, hogy te itt mit csináltál. Nagyon szépen visszakerekítettem, köszönöm. Szépen. Hát ez a biológiai értelem, hogy többet építünk vissza, mint amit lebontottunk, semmi probléma. A biológiában az a szép, ami gömbölyű. Szóval ott tartunk, hogy ha már túl vagyunk ezeken az oltásokon, mit tudunk csinálni? Kérem szépen, természetes élelmiszert kéne fogyasztani. Tehénből származó tejet kellene inni ahhoz, hogy visszaszerezzem azokat a baktériumokat, amelyekre nekem szükségem van. Nem undorodni kéne a tehéntejtől, mert a mai gyerekek, ha eredeti tejet isznak, nem isszák meg, mert ők a dobozos tejet szerették meg. Természetes kajákat kéne enni, és itt most megint átadom neked a szót, Réka, mert mint élelmiszeripari mérnök tökéletesen tisztában vagy vele, hogy miért hagytad ott azt a pályát. Mert nem az emberek táplálásáról szól a mai élelmiszeripar. Sajnos egyáltalán nem. Nagyon-nagyon érdekes az, ahogyan a táplálkozásban látunk minden egyes változásnak a lehetőségét, csak mindig valami új és reform táplálékot szeretnénk megkapni. A túlzott fertőtlenítésről szeretnék egy pár gondolatot mondani, mert nagyon érdekes az, ahogyan a paszteurizált, többször felforralt tejjel viselkedünk. Van egy olyan tendencia, amit szerintem szándékosan építettek ki az emberek fejében, hogy csak az a biztos, ami gyári, ami nagy mennyiségben termelődött, igen, amit igen. Valamilyen nagy hipermarket árul, mert azt bevizsgálják, és így tovább. Természetesen van benne valami, hiszen nagyon sok ilyen zukkifőzdékről hallunk rossz híreket, de nem ez a jellemző. Azt látom, hogy a természetes táplálékot, mint olyat, mintha ellenreklámoznák, és mint hogyha az lenne a trendi,
hogyha a finomított dolgok lennének az egészségesebbek. Nagyon sok olyan élelmiszert tudnék felsorolni, de nem szeretnék se termék megjelenítést semmiféle beszállítónak, vagy semmiféle gyártónak negatív reklámot kelteni. Csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy vegyük észre, hogy az, ami olcsó, az, ami akciós, az valahonnan nagyon messziről érkezett. Mennyire másabb lenne az életünk akkor, hogyha valódi táplálékot szereznénk. Én a múlt héten egy igazi tyúkból, házi tyúkból főztem húslevest, és hát ekkora sikere még húslevesnek nem volt nálunk, többször visszatapsoltátok, és teljesen más volt az íze, az állaga, a színe, és élvezet volt ezt megenni. Sajnos azok a táplálékforrások, amelyek nagy kereskedésben vannak, gondoljunk itt csak a Baromfi állományra, tele vannak mindenféle hormonokkal, mindenféle olyan vegyszerrel, amivel a gyors hozamot, a nagy növekedést, hirtelen nagy súlygyarapodást idézik elő, és ha megnéznénk, hogy mennyire természetes az a táplálék, amit beviszünk a biológiánkba, a szervezetünkbe, rájönnénk, hogy egyszerűen csak ezen kellene változtatni, oda kellene figyelni azokra a forrásokra, azokra az élelmiszerforrásokra, amelyek természetesek. Jó lenne nem a külföldi termékeket megvenni, hanem hazai kereskedőtől, ha lehet minél kisebb kereskedőtől vásárolni. Nem tudok szó nélkül elmenni amellett a dolog mellett, hogy így a járványhelyzettel kapcsolatban hány kicsi vállalkozó tudott majdnem csődközeli állapotot vagy csődöt mondani. És azok a nagy üzletek, amelyek folyamatosan nyitva voltak és vannak, azok vajon mit tesznek? Ezek nem csak a gazdasági részét nem is említem, de az egészséges részét, hogy vajon attól egészséges, hogy fél évig eláll hűtés nélkül a tej? Hát ha még a baktériumnak sem kell, akkor én miért adok érte pénzt? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert mint mondtam, a baktériumok azok velünk együtt élő lények. Ott vannak bennünk. És nagyon fontos, hogy ott legyenek bennünk, csak ha ezeket kinevezzük betegség okozóknak, kór okozóknak, ugye, akkor innentől kezdve követjük azt, amit Louis Pasteur elindított, és még mindig nem írtak felül. Tehát ez az az egyik része, ami a táplálkozással kapcsolatos, hogy normális táplálék szükséges, és főleg gyógyulási szakaszban, amikor nem a diétán lenne a hangsúly, hanem hogy megfelelő, minőségű táplálékhoz jusson a szervezetem, hogy legyen, miből visszaépítse önmagát. Hát ráadásul a biológiámban ugyanazokat a vegyi anyagokat állítja elő a szervezetem, a bevitt táplálékból, tehát a zsírokat, cukrokat ugyanúgy elkezdi bontani, és hogyha valamiből nem viszek be eleget, akkor a biológiám kénytelen a vésztartalékhoz hozzányúlni. Így van. A másik része a dolgoknak pedig éppen az érzelmi része, vagyis amikor a konfliktus nincsen érzelmileg feloldva, és itt jön az az önpusztító folyamat, amit én tartok fent. Pont ugyanúgy, mint ahogy a dobozos ételekkel tartósítjuk, konzerváljuk, dúsztba rakjuk a problémáinkat, eltesszük szem elől, hogy na, ezzel nem foglalkozunk, és úgy gondolom, hogy ezen már túl vagyok, és racionalizálom ezeket a helyzeteket, de érzelmileg még mindig benne vagyok, még mindig ugyanabban a mókuskerékben vagyok, csak szépen becsomagolom. Vagyis becsomagolom, felteszek egy állarcot, és nem oldom meg a konfliktust. Hogy vagy? Oh, jól. És részletesebben? Szarul. Nem jól. Szóval ez az a dolog, amikor meg nem oldjuk a konfliktust, és ez vezet mondjuk egy bénuláshoz, egy ilyen hozzáállás, és ebből lesz, hogy ez szklerózis multiplex, halottnak tettettem magam, mert mit él meg a szklerózis multiplexes? Képtelen vagyok ezt és azt kivédeni, továbbállni, arrébb menni, és hát ennél még a halál is jobb. Kész, azt mondja a biológiám, legjobb túlélési stratégia, ha halottnak tettettem magam, blokkolom a mozdulatot. Aztán, hogyha ez nem annyira nyilvánvaló, mert ugye azért a szklerózis multiplex megállapításához bizonyos standardok vannak, minden előírás, már kérem szépen, minden elő van írva, még csak az nem, hogy vegyünk levegőt. Szóval, de, már az is. Az is, igen, jó.
bizonyos esetekben megtanítanak szuszogni, nem akarok itt neveket mondani. A lényeg, hogy motoneuron, tehát mozgató neuron betegségnek fogják nevezni. Mintha ha a mozdulatot nem tudom végbevinni, akkor teszem azt, az érző neuronnal lenne baj. Hát természetes, hogy a mozgató neuronnal van szó, hát szóval hihetetlen. Na most is láttuk, hogy a folyamatos sorvadás viszont az a folyamatos önleértékelésnek a következménye. Ebben van egy csapda is, Karesz. Mert hogyha nem tudom a lábamat úgy mozgatni, ahogyan én ezt szeretném, akkor nagyon sok olyan helyzetet teremtek magamnak, amitől folyamatosan leírom magam. Na, erre a villamosra se tudtam fellépni. Na, a 80 éves nyugdíjas nénike fürgébb nálam, és én csak a fele vagyok, és akkor hogy néz ez ki? És minden egyes feladat, amikor van egy lépcső, egy küszöb, egy nagyobb tér, egy göröngyös út, amin nem merek, nem tudok végigmenni, képtelen vagyok eljutni A-ból B-be, újabb és újabb önleértékelést hoz, pedig mindez nem jelent mást, mint egy biológiai folyamatot, amelynek valamilyen ciklusában, szakaszában vagyok. Jó lenne nem leírni magunkat a gyógyuláskor sem. És van egy ilyen rész a Miért akad el a gyógyulásunk című videóban, hogy nem értelmezem helyén a tüneteimet. Hogy nem tudom felismerni, hogy ez gyógyulási tünet, és úgy élem meg, mintha ez egy újabb program lenne. Mert azt mondják, hogy ha már lépni se tud, akkor a helyzet súlyosbodik. Vagy ha fájdalma van, akkor itt már a helyzet rosszabbá válik. Ha rángatózik az izomzat. Így van. Az önleértékelés egy óriási csapda. Jó lenne felfedezni, észrevenni. Jó lenne a tüneteket a helyén értékelni. Jó lenne ezeket felismerni, és a legújabb önleértékelést nyújtó konfliktus helyzetet már nem megélni. Kikerülni, kívül kerülni ezeken a tüneteken, ezeken a helyzeteken. Amikor már policiklikus a lefolyás, az csak azért van, mert én még mindig nem változtam. Az én hozzáállásom nem változott meg egy adott helyzethez. És jön egy következő helyzet az életemben, és megint ugyanúgy reagálok, tehát a programot újra elindítom. És az, amikor beleestem, benne vagyok, ez a függőgyógyulás, az akkor egy folyamatos gyulladást fog elindítani. De mi történik szervi szinten? Nézzük az izmokat. Amikor policiklikus a lefolyás, ugye a programnak az a vége az önleértékelésben, hogy erősebb lesz, mint volt. Így van? Igen. Így van. Ha én ezt a programot újra meg újra elindítom, az az izomszerkezet egyre erősebb lesz, vagyis teljesen át fog alakulni. Mindig lesz egy gyulladásos rész, és utána egy megkeményedett izomzatot kapok, és ezt már rabdomioszarkómának, azaz izomráknak fogják nevezni. Ha viszont függőgyógyulásban vagyok, akkor az egésznek a lényege az, hogy ott vannak a gyulladásos tünetek, és közben még átalakul az egész bonyolult szerkezete az izomzatnak. Azért mutattam annyi képet az izomszerkezetről, hogy tudjuk beleélni magunkat, tudjuk elképzelni, hogy mi is történik akkor, ha én nem zárok le egy programot. Tönkreteszem a kötőszöveti részt, az izomrészt, és tönkreteszem azt a részt, ami az ideg impulzust tovább adná az izmoknak. Na most akkor kérem szépen, ha valaki benne ült egy ilyen programban, mondjuk néhány évet, akkor ne gondolja azt, hogy két hét alatt meg fog gyógyulni. Legyünk belátóak ezzel a dologgal kapcsolatosan. És hogy most már, ha megértettük a dolgoknak az alapjait, mert nagyon lényeges volt rámutatni arra, hogy mi is ez az autoimmunnak nevezett valami, hogy emögött is én vagyok tulajdonképpen, mert nem vagyok hajlandó változtatni az elképzelésemen, önsorsrontó hiedelmek, nem vagyok hajlandó megbocsátani, nem vagyok hajlandó a kezembe venni az életem irányítását, nem vagyok hajlandó kilépni a pokolból és megváltoztatni az azonosultságaimat. Most akkor jönnek a különböző, hát gyönyörű klinikai képek. Milyen klinikai képek? Dermatomiozitis, ugye, amint a bevezetőben is említettem, mi érintett? Az izom és a bőr, a derma. Medicinában külön veszik a juvenilis, vagyis a fiatalkori, és a felnőttkori dermatomiozitis. Mi értelme van?
Hammer doktor nem beszél gyerekgyógyászatról a germán gyógytudományban. Nincs ilyen, hogy germán gyógytudomány gyerekgyógyászat. Vannak gyerekkorra jellemző konfliktusok, és ebből származtatóan a gyerekkorban előforduló különböző betegségek, ez nem kérdés. De felnő a gyermek, tinédzser lesz, felnőtt lesz, és már az, ami gyerekkorában konfliktus volt, az már felnőtt korában nem lesz az. Ez teljesen természetes. Mert ugye mindig az én megélésem az egyetlen valóság. Tehát nincs értelme különbséget tenni a gyerekkori vagy a felnőttkori programok között. A lényeg mindig az, hogy van egy önleértékelés és egy elválasztási konfliktus, amint azt már a bevezetőben megpróbáltam taglalni. És hogy szoktuk ezt megfogalmazni? Úgyhogy elegem van már abból. Hányszor mondjuk ezt, hogy elegem van már? Ez azt jelenti, hogy el is akarok szakadni attól, amiben vagyok, vagyis ebben van egy mozdulat, és el is akarok választódni. Itt van rögtön két program, egy derma és egy izom program, elegem van már abból. Vagy képtelen vagyok megtartani. Megtartás az maga egy mozdulat. Szeretnék valamit a kezemben tartani, de képtelen vagyok megtartani. Hát azért, amint az előbb felvázoltad, Réka, hogy egy nőnek mennyi feladata van, és micsoda fantasztikus háttérmunkát végez el. És ha azt éli meg, hogy ő képtelen ezeket az ügyeket egybetartani, a háztartást, a gyereknevelést, a takarítást, a bevásárlást, a napi munkáját, és még megfelelni este az ágyban, szóval ezeket a dolgokat, ha mind összeadjuk, akkor érthetővé válik ennek az érzésnek a megjelenése. Ugyanez megvan az urakban is, csak hogy én ennek a női variációját mondtam el. De szeretnék kitérni, akkor most az urakra is térjünk ki, mert legalább ugyanennyi feladatuk van, hiszen az uraknak nagyon fontos az, hogy ők mennyi jövedelmet visznek haza, hogy mennyire, bocsánat, nagyon sokszor tévesen ezzel teszik függővé az ő családfő szerepüket, hogy én hozom a döntést, én hozom a több pénzt, én dolgozok nehezebbet, többet, nekem kell az autót szerelni, a kertet, a csapot, az ablakot, a garást rendbe tartani, a kutyát nevelni, a gyereknek betartani a szabályokat, mert az anyjukkal azt csinálnak, amit akarnak, valakinek nemet is kell tudni mondania, nekem kell a munkahelyemen összeszedetnek lennem, ott a hierarchiában megtalálni a megfelelő szerepemet és helyemet. Ugyanígy van egy ilyen kimondatlan versenyhelyzet a női munka során is, tehát hogyha ha dolgozik, akkor a munkaközösségben a helyét megtartani, ugyanúgy mindkettő próbál valamilyen szinten versenyezni a többiekkel. Nagyon gyakran pont ezek a versenyzések azok, amelyek a legkárosabb és a legsúlyosabb leértékeléseket hozzák, de nagyon sokszor az az ember, akivel versenyzünk, az nem is tud erről, mert igen, legalább olyan jó apa vagy anya akarok lenni, mint amilyen az anyám volt. Igen. Vagy az apám volt. Vagy legalább annyit szeretnék letenni az asztalra, mint a testvérem, a bátyám, az öcsém, a sógorom, a nem tudom ki. Folyamatosan van egy ilyen verseny. Az elegem van már abból, hogy a testvéremet mindig ügyesebbnek, különbnek tekintik. Nagyon sokszor, ahol mondjuk két fiú van, akkor az egyik szeretni a versenyt megnyerni a másikkal szemben. Mert óhatatlan, hogy a gyerekek egymás között valamilyen ranglétrát, valamilyen rangsort állítsanak fel. Ugye az alomban is, amikor a kutyakölykök játszanak, akkor ott egy hierarchiai helyzet szerep megtartásáért vagy megszerzéséért megy a küzdelem. Ugyanez megy nagyon sokszor családokon belül is, hogy van egy nagy testvér, vagy egy öcs, akit úgy érez az egyik, hogy mintha őt jobban szeretnék a szülők, és mintha ő hátrányban lenne ezzel szemben, és kimondatlanul is megy egy verseny. Olyan verseny, amire nem is igazán vagyunk tudatosak, de szeretném megmutatni, bebizonyítani a szülőknek, hogy én is érek annyit. Nagyon gyakran, amikor valamilyen családi beszélgetés során előjön az a téma, hogy téged apu lánynak vagy fiúnak akart. Ja, ez egy olyan buktató pont, ami nagyon-nagyon mélyen tud bennünket megérinteni az önleértékelésben. Innentől elkezdünk bizonyítani, hogy igaz, hogy ő most egy női testben
élek. Igaz, hogy én nőként születtem, de fiúnak vártak, és milyen jó lett volna, én fiúnak születek, akkor lehet, hogy jobb kapcsolatom van az apámmal, és elegem van már abból, hogy én a kislány vagyok, elkezdek neki megfelelni. El akarok szakadni attól a megítéléstől, attól a szereptől, ami bennem van. Ha képtelen vagyok megtartani valakinek a szeretetét, valakinek a közelségét, akkor ez egy újabb programot fog elindítani, de erről kicsit később beszélünk. Csak szeretném ezeket a helyzeteket pontosan érthető módon lefordítani, hogy mindig valami nagy dologra gondolunk. De hányszor bennünk van az, hogy elegem van már ebből vagy abból? Ki nem mondta ki az élete eddigi pillanatáig, hogy elegem van a munkámból, bocsánat, néha elegem van a családomból, lehet elegem a férjemből, a gyerekemből, aki állandóan felesel, elegem van a mosogatásból, elegem van abból, hogy mindig én vagyok befogva minden feladatra. És ha ez nincs feloldva este lefekvéskor, akkor egyezünk meg, hogy a sinek, ezek fenntartják ezt a valamikor nagyon mélyen, nagyon nagy érzelemmel átélt programot. És csak csodálkozunk, hogy megy tönkre a kezem. Bizony. Már nincs semmi bajom. Ja, csak sinem maradtam, mint József Attila. Ennyi. És ezek azok a helyzetek, amikor baromi nehéz megtalálni a konfliktust, mert ez az elegem van állapot egy új viselkedésmódra vezet bennünket. Arrébb költözünk, elválunk, kicsit morcosabbak vagyunk, vagy próbálunk ennek ellenére még kedvesebbek lenni, hogy ne tűnjön fel ez a helyzet. És önmagunkat is leírjuk, hogy hát milyen ember vagyok, hogy a gyerekemből van elegem. Pedig, hölgyeim és uraim, valljuk be, hogy amikor a 94.000. éjszakát virasztjuk át, akkor így megjelenik bennünk az, hogy de jó lenne, hogy. És igen. Ilyenkor van ez a túlzás, ez a 94.000. alkalom. Úgy tudjuk számolni és számon tartani. És néha már abból elegünk van, hogy már megint elegünk van valamiből. Így van, ez már... És egy örök csapdába tudunk így bemászni. Tehát megint az önsorsontó gondolatok. Abszolút jó lenne erre odafigyelni. Az a távolság, ami elválasztási konfliktus, ez nyilván egy személyhez köthető. De van egy alapvető távolságtartásunk is, ez alapvető elválasztottságunk is, és most nem a germán gyógytudomány szerinti elválasztásra gondolok, hanem arra, hogy személyválogató vagyok, hogy ebből elegem van, ebből nincs elegem, ezt szeretném, ha közel lenne, azt nem szeretném, ha közel lenne. De önmagamban is van egy ilyen meghasonlott állapot. Hát milyen anya vagyok, hogyha elegem van a gyerekemből, milyen feleség vagyok, ha néha elegem van a férjemből, milyen gyerek vagyok, ha elegem van a szüleimből, milyen munkás vagyok én, ha elegem van a munkámból. Pedig mindenem készen van, elégedett, és akár még boldog is lehetnék, de mégsem. Hányszor halljuk ezt, akár még boldog is lehetnék, és mégse vagyok az. Igen, mert valahol mégsem azt csinálom, amit lelkem szerint legszeresebben csinálok. Vagyis el vagyok választva a lelkemtől, el vagyok választva önmagamtól, attól, amit szeretnék. És pont ez a konfliktusoknak a háttere, de most maradjunk még egy kicsit a szervi tüneteknél. Láthatunk itten még könyököt érintő programot, láthatjuk a szem környékét érintő programot, vagy éppenséggel a nyakat érintő programot. Látunk egy szövettani metszetet azért, hogy a kollégák is kapjanak olyan mélyebb képet, meg természetesen a laikus közönségnek is azért feltűnő, hogy azért ez a szerkezet itt ezen a szövettani képen nem éppen a mondjam azt, hogy rendezettebb, nem a legszabályosabb. Láthatjuk, hogy a bőr felszín is változott, és természetesen alatta az izomréteg is változott. De amit mi látni fogunk, az, hogy ott van például ez a hölgy a felkarjával, hogy megfogja a felkarnak a bőrét, és érzi, hogy a bőre sem olyan, amilyen, tehát átalakult szerkezetileg, és alatta az izomzat is. A lényeg az mindig a saját megélésünk, és ez fogja meghatározni, hogy mi történik velünk. Már dermatomiozitiszről beszélek, ugye, akkor van egy röntgenképünk jobb oldalt, és ezen viszont már nagyon jól látszik a bőr érintettsége és az izomzat érintettsége is. És hát nyilvánvaló,
hogy az önleértékelés térképből, ugye abból a csontvázból tudjuk nagyon jól, hogy ha a térdünknél van probléma, akkor a makacssággal van gond, ha a combunkban van, akkor ezt már nem lehet kibírni, és a többi, illetve ha a lábszára érintett, akkor az mindig békjogkonfliktusra utal, mert amint mondtam, hogy nagyon szeretnék ebből kilépni, elegem van belőle, de képtelen vagyok kilépni ebből a helyzetből, és el is akarok ettől szakadni, és a békjó is jelen van, tehát érinti az izomzatot. Van egy nagyon érdekes dolog, ugye, hányszor mondunk olyat, hogy képtelen vagyok elnézni azt, hogy még mindig, vagy még mindig nem. Nos, ezek a dolgok képtelen vagyok elnézni. Mi kell ahhoz, hogy elnézzem? Hát ugye, ahhoz a szememre van szükség, de ha nem tudom elnézni, akkor be kell csukjam a szemem, és itt már az izomzat szükségeltetik ahhoz, hogy becsukjam, vagyis hogy a szemhéjak összeérjenek. Na ezért érintettek a szemhéjak ilyen érdekesen, mind börtünettel, mind pedig alatta az izomzattal. Vagy képtelen vagyok elszakadni ettől a helyzettől. Dermatomiozitis. Most, hogyha nincsenek börtünetek, csak gyulladásos izomtünetek, akkor már azt mondom, hogy polimiozitis. Tehát a miozitis, a mio, az az izomzatra vonatkozik, és az itis az a gyulladás, a polipetrik, hogy azt jelenti, hogy sok íz sok helyen érintett az izomzaton. Na most ugye a függő gyógyulással átalakul az izomzatnak a szerkezete, és akkor ilyen érdekesen álló ujjak fognak kialakulni, amit itt látjuk, vagy éppenséggel a lábszárnak, vagy a combnak az izomzata fog teljesen átépülni, börtünetek nélkül. Ugyanilyen polimiozitiszes képet látunk itt a kezekről, illetve, amint azt a szakirodalom leírja, tessenek kapaszkodni, leggyakrabban a polimiozitisz mindig a vállakat érinti. Na ez az, amikor ugye a lelkiismeret furdalás az, ami mindig a vállunkat érinti, de ez a lelkiismeret furdalás valaminek a megtételével kapcsolatos kell, hogy legyen, vagy meg nem tételével, és ezért fogja az izomzatot bontani a vállizület során. Aztán van már ilyen, hogy miozitis ossificans, vagyis elcsontosodott izom, hogy lefordítsam magyarra, ez már ugye a policiklikus lefolyásnak a következménye, mert amint mondtam, mindig újat és újat építek, és ugye ne felejtsük el, hogy a szövettani vizsgálat során, abban az esetben, amikor már a hegesedési fázisban történik a szövettani vizsgálat, az jó indulatú daganatnak lesz nevezve, amit exudatív fázisban vizsgálnak, az pedig természetesen már rossz indulatú. Tehát az, hogy egy izom szerkezet átalakulást én az exudatív fázisban vizsgálok, vagy a hegesedési fázisban, ez már a diagnózist fogja megváltoztatni, mert előző esetben azt fogják mondani, hogy nekem egy izom daganatom van, ugye rabdomioszarkóma, amikor már elmeszesedett, mert ugye a hegesedési fázisban vagyok, akkor már jó indulatú, mert miozitis ossificans lesz a diagnózis. És láthatjuk itt ugye a combizomzat érintett a jobb oldali képen, a két röntgenképen, illetve a baloldali medencét állító képen a két fehér nyíl pontosan arra mutat rá, hogy a csípőnek az izomzata messzesedett el teljesen. Az ott nem egy plusz kialakult csont, ahova két nyilacska mutat, hanem az egy elmeszesedett csont, és ezért hagy nyomot a röntgenképpen szinte olyan intenzitással, mint a csontok. Amint látjuk, ez a képnek a másik oldalán hiányzik. Aztán van ilyen, hogy szisztémás szklerózis, mert hát miért ne legyen mindennek valami más neve, és még mindig csak annyit tudok, hogy itt az izomzat kötőszövetes része volt az, ami átalakult, mert ugye az izomzatban is van kötőszövet, és épp úgy, mint hogy a tüdő felépítésében is van kötőszövet, itt az izmokban is van kötőszövet, és láthatunk egy tipikus kezet bal oldalon. Na ez az, amikor már az illető az ujjait se behajlítani, se kinyújtani nem tudja. Látható, hogy a csuklója meg van teljesen duzzadva. De miért? Mert az a megélése, hogy képtelen vagyok az ügyeket a kezemben megtartani.
És ez az érzés, ez változó intenzitással jelenik meg, és hol az izomzatát, hol a kötőszövetes részt érinti, de itt leginkább a kötőszövetes részről van szó. Volt szerencsém ilyen kezet látni, megtapogatni, megvizsgálni, kérem szépen, ez már olyan, hát mint egy akác, egy vékony akác röng, amit ugye megfogok, és kemény, és érdes a felületen, és ez ilyen alkar is, pont ilyen kemény és érdes felületű, mert ugye ez a szisztémás szklerózis, ezt fogja okozni. Ugye hozzáteszik azt, hogy van belőle a progresszív szisztémás szklerózis, és van a sima szklerózis, szisztémás szklerózis, mindjárt látjuk, hogy mi a különbség a kettő között. A történet ugyanaz, hogy képtelen vagyok mindent kézben tartani, vagy igazgatni, vagy irányítani, de megértjük mindjárt, hogy mitől lesz valami progresszív, vagy nem progresszív, és láthatjuk itt a alsó végtagban az elváltozást, láthatjuk a combokban az elváltozást. Természetesen ezeket mind mi tartjuk fel a meg nem oldott konfliktussal. Tehát, amikor egyszerű policiklikus a lefolyás, akkor szisztémás szklerózisról beszélek, egyre keményebb és egyre kevésbé mozog az a bizonyos izomzat. Ezt ha tüdőre szeretném lefordítani, ez azt jelenti, hogy a tüdő szintjén kialakult a tüdőfibrózis. Ez annak a szimmetria képe, mintha tüdőfibrózisról beszélnék, és ugye a tüdő már képtelen rendesen kitágulni, és egyre kevesebb levegőhöz jut az illető. Itt az kötőszövet szaporodása miatt már az izomzat képtelen megfelelő mozdulatokat véghezni. És akkor lesz progresszív, ugye, ha függőgyógyulásban van, mert akkor ott lesz a gyulladásos folyamat, és az állandó átalakulás, vagyis a progresszív, az előre haladó, hát mondjam azt, hogy romboló folyamat. És igen, kívülről úgy néz ki, ha nem ismerjük az öt természet törvényt, és nem ismerjük a második természet törvényt főként, hogy hogyan is zajlik le egy biológiai program, úgy néz ki, mintha a szervezetem önmag ellen dolgozna. Nem, kérem szépen, az egónk az, ami önmagunk ellen dolgozik. Mert az ego, az valójában minden egós személyiség, ami bennünk megjelenik, az valamilyen félelemnek a megnyilvánulása. Az autoimmunnak nevezett betegségekről csináltam egy összefoglalót, korán sem teljes a lista, csak emlékeztetnék akkor mindenkit dolgokra, amikről már szó volt, illetve amiről most beszéltünk, mint egy összefoglalóban. Ugye arról beszélünk, hogy szkleroderma, ezt már ugye mindenki tudja, hogy az egy írha és egy felhám program. Ezt is az autoimmun kategóriába teszik be természetesen, de a szklerodermáról ugye a Mindstudenten Mayhem kapcsán Hammer doktor könyvéből értesültünk, hogy támadási és elválasztási konfliktus együttesen. Ennyi a szkleroderma, annak függvényében, hogy anyagyerek, partner oldalon, vagy mindkét oldalon élem meg, és hogy milyen testrészre vonatkozik, ennek függvényében fog a történet változni, vagyis a tünetrendszer. A szisztémás lupus eritematód, ez egy külön előadás, és aki ezt megnézte, az már a félig meddig a germán gyógytudományt megismerte, mert annyi mindent nevezünk mi lupusnak, vagyis bőrfarkasnak. Ez megint egy külön webkonferencia anyag. Tehát a kollagenózis csak kötőszövetet érintő önleértékelést jelent, és ezért csak a kollagén rostok, vagyis a kötőszöveti rostok érintettek ebben a történetben. Nem érintett az, amit összeköt. Ez azt jelenti, hogy egy olyan önleértékelés, ami egy enyhe fokú önleértékelést jelent, és mondjuk, ha a személyiségben megélt önleértékelésről van szó, mint ahogy azt egy 10 éves kislánynál is kimutatott történet volt, ugye a kollagenózis a deréktájon okozott számára egy idézőjelbe tett rossz indulatú daganatot. Mert az ő önleértékelését folyamatosan nagynénivel való találkozása teljesen összeborította, mert a gyermek a kritikákat hát komolyan magára vette. És itt jön megint az, amiről már beszéltünk, hogy nem mások elképzelései szerint kellene az életünket alakítani, illetve az önmagunkról kialakított képet kialakítani.
Reiter szindrómának nevezik azt, amikor az ízület ín tapadási helyének a gyulladása alakul ki. Ez egy, mondjam úgy, hogy akut folyamat, egy gyulladásos folyamat. Miért? Mert megoldási fázisba került, az az önleértékelésem, ami az ízület vagy az ín tapadási pontjához kötötten, hát ez már csak azt jelenti, hogy az erősségében nézve ez már egy ilyen középsúlyos önleértékelési konfliktust jelent, és a csontvázon végignézve tudjuk jól, hogy melyik végtagunk, melyik része milyen önleértékelésben fogja ezt a bizonyos szindrómát kialakítani. Ugye a szklerózis multiplexről nem kell mondjam, hogy ez egy külön előadás, amiben szintén Réka volt a főszereplő, és a reumatoid artritisről is beszél a medicina, mint autoimmun folyamatról, valójában egy önleértékelésről van szó, ami sinem maradt, és ezért a elakad gyógyulás következtében ugye egyre többet építünk vissza, és a gyulladás szinte állandó jelleggel ott lesz. Nos, a reumatoid artritisről természetesen az ízületekről szóló webkonferencia anyagban van szó. A Sjögren szindrómát is összefoglaltam, mint külön előadást. Ezek nem szerepelnek így Hammer doktor könyvében, mert Hammer doktor leírta azt, hogy a bizonyos program hogyan zajlik le. De ha beletesszük a megélésekbe a meg nem oldott konfliktust, a függőgyógyulást és a policiklikus lefolyást, akkor gyakorlatilag ezek szemléletében, illetve ezeknek a klinikai képét összeszedve is újabb táblázatokat lehetne összeállítani. A vészes vérszegénységet, ugye anémia perniciózának nevezi a medicina, ezt a csont- és vérképzésnél tárgyalom, ez sem autoimmun folyamat, csak arról van szó, hogy még mindig nem oldottam meg az önleértékelésemet, és mivel ez konfliktus aktív szakaszról szól, a medicina tévesen annak véli, hogy ez egy autoimmun folyamat, nem. Ez konfliktus aktív szakaszban lévő önleértékelés, ami a csontokat érinti, és ez kihat a vérképzésre. Az autoimmun pajzsmirigy betegség, vagy Hashimoto kór, az a pajzsmirigyről szóló biológiai programban lett részletezve, és ott viszont arról szól a történet, természetesen, hogy a programot kellene végre lezárni, és van gyógyult Hashimoto kóros pajzsmirigy betegünk is, mert megértette, hogy mi az, amin változtatnia kell az önsorsrontó gondolatain, és természetesen ez is megoldódott. Tehát látjuk azt, hogy aminek nem tudott eddig a medicina egy konkrét kórokozót kinevezni, hogy na ez a hibás, az bekerült az autoimmun kategóriába. És azért raktam oda a végére három pontot, hogy még sok minden fog ide bekerülni, illetve innen kikerülni, ha végre megértjük a germán gyógytudomány ismeretébe, hogy miről is szólnak ezek az úgynevezett autoimmun folyamatok. Ne feledjük, hogy a mi kezünkben van a megoldás, de csak akkor fogjuk tudni megoldani, ha először is megértjük, hogy mi a program, mi az, amit meg kell oldani. Ugye ebben segít a germán gyógytudomány, és ha ezt már megtettem, akkor a megelőzésben is segít, hogyha én ezt tudom, hogy ez az érzés, vagy ez a hozzáállás ide vezet, akkor kérem szépen jó lesz erről leszokni. A germán gyógytudomány tehát nem azokból a dolgokból indul ki, amiből a mai medicina, hogy keressük a környezeti tényezőket, a testtömegindexet, meg hogy ki mennyit sportol, meg mennyit dohányzik, hanem az a kérdés, hogy hány feloldatlan érzelmi konfliktusom van, és hogy ez valóban hol akadt el, milyen hosszú volt a konfliktusaktív szakasz, milyen hosszú a megoldási szakasz, és természetesen, ha tudom halmozni a konfliktusokat, akkor jönnek a viselkedés változások, amelyről már jó néhány webkonferenciát tartottam. És az is a leggyönyörűbb ebben, hogy csak fel kell oldani ezeket a lelki-érzelmi konfliktusokat. A terapeuta abban tud segíteni, hogy a tünetek ismeretében tudja, hogy mire kell rákérdezni. De az első lépés, hogy légy őszinte önmagadhoz. Mert az az ember, aki az állarcait még magával szemben is felrakja, az nem fog meggyógyulni. Aki nem ismeri be, hogy de igen,
Nem szégyelni való dolog, hogy megéltem egy olyan konfliktust, amiről én nagy okos azt hittem, hogy ilyen velem elő nem fordulhat. Tehát amikor egy ilyet élek meg, hogy te jó Isten, hogy azt hittem, hogy ez velem soha elő nem fordulhat, és ez előfordult, ez egy újabb önleértékelési program lehet. De ismerjük be, hogy igen. Nem voltam abban a pillanatban, nem az voltam, akinek én elképzeltem magam. Olyat tettem, amiről nem tudtam volna elképzelni, hogy bármikor is megtenném. Ugye mindenkinek van az életében egy-két ilyen dugi konfliktus. Jó lenne ezeket végre lezárni. Végre beismerni, hogy igen, ez megtörtént, de ebből tanultam. Mert nem az a probléma, hogy megéltem egy konfliktust, az a probléma, ha ebből semmit nem tanulok, és újra elindítom. Tehát a germán gyógytudomány egy nagyon komoly tudomány, mert reprodukálható, összehasonlítható és előrejelezhető. Ezek azok a dolgok, amelyek nem jellemzők a mai medicinára. Nagyon sok tudományosnak kikiáltott cikk és kutatásról igazolódott be utólag, hogy nem éppen úgy van, ahogy azt beállították. Itt nincsen szükség statisztikára. Én azt hiszem, mindenki, ha gyógyulásról beszélünk, 100%-ban szeretne meggyógyulni, és nem csak 73%-ban. Nincs szükség állatkísérletekre sem. Mert az állatokon végigfutó programokat nem lehet az emberekre átpakolni. Tehát ez teljesen az anyagi szinten való gondolkodás, a bicikliszerelő szintű gondolkodás, ami azt az utat mutatja, hogy ez lesz az, ami majd, aminek alapján majd kitalálunk valamit, hogy szerencsétlen állatokat ott halálra kínozzák, hogy lássuk, hogy ők hogyan reagálnak. Nem kérem, csak az öt természet törvényt kéne tudni, meg egy kicsi embriológiát hozzá, hogy megértsük, hogy mi az, ami valójában történik a szervezetünkben. És ha nem oldjuk föl érzelmileg a programot, akkor szenvedhetünk tovább okosan. Akár ismerjük a germán gyógytudományt, akár nem ismerjük. Én megköszönöm mindenkinek a kitartó figyelmét, és a fórumban kérem először a témával kapcsolatos kérdéseket beírni.